Sziasztok! Éppen takarítjuk a Kolozsvár Teker 5. rendezvényének a pályáját. Igen, hol vagyunk? Itt vagyunk a Büki erdőben, az Erzsébet forrás környékén, és itt lesz megrendezve az 5. futam a Kolozsvár Teker bajnokságból, ami október 15-én lesz a rajt. Igen. A megszokott kategóriák kezdő, haladó és elit kategória, persze ne felejtsük el az idősebbeket, plusz 45 éven felülnek a gyerekeket. Ha meg lehet állni egy pillanatos közben, persze, mondjad, hogy mekkora lesz ez a futam, tehát milyen hosszú, és milyen nehézségi fokozatok lesznek. 2,3 km volt, mikor utoljára lemértem, de azóta még kicsit változtattam itt pont a környékén, még betettem azt hiszem kb. Egy 300 métert. Az elit, ez a kezdő pálya, az elit pálya az 3,7 km, persze, hogyha most még bekerül ez a 300-400 méter, már felmegy 4 kilométerre. Hát a nehézségi szint az a kezdőknek egy durva emelkedőt betettünk, mert most már évvége az 5. futam, egy év alatt meg kellett tanuljanak bringázni. A kezdőknek mondom, nem olyan nehéz, csak az egy emelkedő van. Persze az elit kategórián van egy rock garden, amit mindenki kér. Egy olyan ez mit jelent? Méter. Ez egy ilyen köves rész, amit mi mindig kínlódunk, hogy más helyen kikövezünk. Na itt most lesz vagy 200-300 méternek egy tiszta kő, amit már eltakarítottunk. És most itt folytassuk ebbe a zárokba a takarítást ahhoz, hogy még itt egy kicsit alakítsunk a pályán. És ez is mutatja azt, hogy valamikor egy hónappal vagy másfél hónappal a kezdés előtt már el kell kezdeni az előkészületeket. Ugye azt gondolnák az emberek, hogy milyen könnyű, kijövünk és biciklizünk. Mennyi munkát igényel a pályának az elkészítése? A pályának az előkészítése több órai munka, meg napi munka. Hát már kint vagyunk kb. 2 hete. Jó, persze így délutánonként, de igen, most olyan, hogy egész napot letekertünk itten szombatot vagy vasárnapot. Úgyhogy 4-5-ön. Mostan kint vagyunk 3-4-en. Mikor ki tud kijönni segíteni. Szívesen elvárjuk azt is, hogy jöjjön minél több személy segíteni, mert... De aki önkéntesen el akar jönni egy délután segíteni, az hol jelentkezhet? Hát az jelentkezhet a honlapunkon, a Kolozsvár Teker románul kuzupedalázó.com-on a kontakton, vagy már a legtöbbnek megvan az én személyes telefonszámom, vagy e-mail címem, és azon is jelentkezhet. Na most nem mindig lehet gerebjével takarítani. Bemutatod még kérlek, hogy milyen eszközöket használtok arra, hogy a munka az... Igen, remélem, hogy be is hatékonyabban működjön és menjen. Lássuk, hogy milyen eszközök kellenek ahhoz, hogy... Tegyünk bele kis energiát. Oké. Egy-kettőre. Ezt mikor vásároltátok? Ezt vagy? Nem vásároltuk, ezt a Bronto cég kölcsönzi nekünk úgy, hogy mindig versenyek előtt idead kaszagépet, fűnyírót, stb. Szerszámokat, és most pont ezt... Éppen nézem, hogy jönnek biciklisek, akik már próbálják a pályát. Persze, igen, már egy hete ki van jelölve a pálya. Vedeszka, este modifikáta trasa aici. Ez az. Jelentkezni lehet a Kolozsvár Teker honlapján, a kuzupedalelze.ron. Megkezdődtek már az iratkozások, és ez az utolsó előtti futam, az utolsó futam az november 5-én lesz. 6-ára volt tervezve, de 5-éről 6-ára lesz, mert éjjelire átterveztük. Éjjeli lesz az erdőbe. Itt az erdőben majd. Itt az erdőben lesz éjjeli. És már megbeszéltem egy céggel, amelyek ilyen visszaverő fóliákkal dolgozik, és kölcsön fog adni, úgyhogy nagyon nagy meglepetést fogunk akkor rendezni a résztvevőknek. A múlt héten kint is voltunk egy próbára egy ilyen éjjelire. 38-an összegyűltünk, mindenki extázisban ment haza, és most mind kérik, hogy minden héten legyen egy. Ami meglep, és nagyon örvendek annak, hogy ez történik, mindig több és több hölgy jön el a versenyünkre, és gyerek. Ez a legfőbb pontunk nekünk.
Az elmúlt időszakban, ugye az év elejétől, amióta beindultak ezek a versenyek, egy valóságos pezsgés érezhető. Egyre többen jönnek el ezekre a versenyekre, és már várják a következő futamot, kipróbálják a pályát, tehát látszik, hogy nagyon beindult valami. Gondolom ez megelégedéssel tölt el téged. Igen, megelégedéssel tölt el engemet. Sőt, most is, hogy kint vagyunk, hogyha észrevetted a kamerával is, többen vannak kint, és 3 héttel a verseny előtt már a pályát próbálják, mert ki van jelölve a pálya, most takarítsuk, de a pályának ki van jelölve. És minden este, amikor kijöttem dolgozni, 5-6-4 emberkével találkoztam én, mikor kijöttem dolgozni, de többen mondják, hogy napközben is, és késő este is, például tegnap este 2 lány volt kint bringázni, tök sötétbe lámpával és visszaverőkkel. Azon kívül eltakarítjuk a gajakat és a lehult leveleket, még mit kell csinálni annak érdekében, hogy megfelelő legyen a pálya? Hát azon kívül, hogy a gajakat eltakarítani, meg faleveleket elhordani, innen meg elgeredélni. Vannak helyek, ahol bozótba be kell menni, és ott ténylegesen kemény munka van lenyírni, levágni, elhordani. Van, ahol füvet kell nyírni, például azt még el se kezdtük, hogy nyírjuk a füvet. A gajakat már egy-két helyen levágtuk. Hát én például a másik pályán, ahol volt a verseny, kb. Annélkül, hogy túlozzak, 50-szer végigjártam, és amikor a biciklivel kimentem, még találtam, amit kellett dolgozni. De ezen kívül még lefestitek a fáknak egy részét, és a kiálló gyökereket miért? Igen, a gyökereket azért festjük meg, hogy minél láthatóbb legyen az akadály, és akkor a versenyző nyugodtan tud biciklizni, mert pár méterrel azelőtt érzékeli, hogy mi lenne az, ami őket akadályozná a bringázásba, a biztonságosabb bringázásba. Sőt, azért festjük meg, mert a kezdőknek és a haladóknak inkább. Mert az elite riderek azok tudják, hogy mit kell csinálni egy gyökeren, hogy kell átmenni és mit kell csinálni akkor, amikor ilyen dologgal találkoznak. Például itt van, ha végigfilmezed ezt az árkot, ezt majd érdemes lenne kijönni és megnézni, hogy az elite rider pont az oldalán azért akarítsuk olyan fel, mert ki tudnánk hordani csak a közepiből, de az elite rider az valahol ott fog elmenni, ott fent a fa mellett, ahol a Miki barátom gerebjél. Körülbelül hányan szoktak segíteni neked gerebírni és takarítani a pályát? Hát hogy napjával 3-4-5 ember, általában mindig ugyanazok. Szóval még nálunk ez, hogy menjünk segíteni, dolgozni, ez még gyerekcipőben jár.